Ausztrália első nap, itt legyünk a világ legveszélyesebb húszolt állata, kígyóhal, medúza, mindenhol pogok vannak. Mióta Instára kitettem, hogy jövök Ausztráliába, ugye az elmúlt napokban nagyon aktív voltam, és mióta megtudtátok azt, hogy kértem Sydneyvel, minden tizedik üzenet ez volt. De ebből a videóból ki fog derülni az, hogy meddig vagyok Ausztráliába, és pontosan miért is vagyok itt, szóval maradj a videó végéig, és meg fogsz tudni mindent. Ha Instán követtél, akkor pontosan tudod azt, hogy hogyan repültem ki. Srácok, összesen 21 órát repültem. A Budapestre elrepültem Isztambulba, Isztambulban elmentem Bangkokba, és Bangkokba jöttem Sydneybe. Minden igaz, Magyarországhoz képest én most 8 órával előrébb vagyok. A terv az, hogy augusztus 5-ig fog maradni Ausztráliába, de ebből nem fogok minden napot Sydneybe tölteni, hanem át fog ugrani 5 napra a fővárosba, majd a videóban meg fogod tudni azt, hogy miért. Illetve tervezem azt, hogy elmegyek Új-Zélandra is, de ez még nem biztos. Már itt vagyok ilyen közel Új-Zélandhoz, szerintem soha nem lesz még ekkora esélyem elmenni oda, szóval lehet azt, hogy be fogom iktatni a programba. Mielőtt elmondom azt, hogy miért vagyok itt, közben azért jó lenne életbe maradni. Nagyon fontos tényezés, az első napban majdnem igazából rácsesztem. Ugye itt a kormány meg a forgalom teljesen az ellentétes oldalon van, ami nem is probléma, mert ugye erre figyelsz igazából. A probléma az, hogy gyalogosként ugyanazt próbálod követni, mint amint otthon. Tehát amikor át akarsz menni a zebrán vagy bárhol, elnézel balra, de itt a kocsi nem balról, hanem jobbról fog jönni. És ugyanígy fordítva, szóval Ausztráliába jöttök Ciprusra, Máltára, erre mindenféleképpen figyeljetek oda, mert nagyon veszélyes, és rutinból elnézel balra, de onnan autó nem fog jönni, csak a másik irányból. Ja, képzeljétek el, hogy én úgy terveztem, hogy edzésekre ugye lime-mal fogok járni, ugye elektromos órelekkel, de mint utólag kiderült, az országban tilos az elektromos scooter használata, tehát ilyen biciklik vannak, mint például Lime, sőt otthon van TL is, és TL-ből is itt csak bicikli van, tehát elektromos rollerre Ausztráliába nem lehet közlekedni. Az egyike volt az első dolgoknak az, amit Ausztráliában megfigyeltem, hogy minden gyalog átkelő helyen, zebránál pittyeg az, amikor nem mehetsz át, illetve folyamatosan szól, amikor átmehetsz. Magyarországon nagyon kevés helyen van így, szerintem ez egy tök jó megoldás. Mielőtt tovább mesélném a történetet, ígyünk egy kávét, pattanjunk fel egy buszra, és irány a belváros. Most már, hogy közel nézel a videómat másfél perce, biztosan felmerül benne a kérdés, illetve a videó címe ez volt, hogy miért jöttem el a világ végére, miért vagyok Ausztráliába. Ugye, aki a YouTube-on követ, az nagyjából csak üzleti, pénzkeresés, online tanfolyam, hogyan kell tartalmat gyártani, tehát ilyen típusú tartalmakat töltöttem fel. De aki ismer korábban, az pontosan tudja azt, hogy én 15 évig voltam kézilabdázó. Ugye eddig játszottam magyar első osztályba, Görögországba, a Bundesligába, több százszoros válogatott vagyok. Ami miatt most itt vagyok Ausztráliába, az pedig a kézilabda. Hála Istenem, eddig sportoló voltam, és nagyon sok mindent megnyertem, a SEA ligát, otthon megnyertem a megyétől elkezdve az NBA egyik szinte mindent, de ahogy sportoltam és mentem egyre feljebb, éreztem azt, hogy valami nem stimmel, és mikor bejött a Covid, ugye akkor léptem be így magából az üzleti világba, akkor kezdtem igazából az élet hozta így, hogy egyszerűen nem volt más választásom, és ahogy ugye egyre jobban fejlődtem magába az üzleti világba, ugye döntenem kellett abban, hogy melyikre fokuszálok inkább, de majd a videó előrehaladtával jobban meg fogjátok érteni azt, hogy pontosan miért döntöttem így. De a lényeg az, hogy kihívtak Ausztráliába játszani, és itt egy óceáni bajnokságon fogok részt venni, itt a helyi csapattal. Tudni kell, hogy Ausztráliában, ha jól tudom, közel 30 millióan élnek, de mégiscsak 500 kötőjel 600 igazolt kézilabdázó van, tehát elég gyenge a merítés. Próbálok ebben a videóban nem csak magamról beszélni, hanem magáról, az ausztrál életről. Ugye tömegközlekedésre járok edzésre magába a városba, és ami nagyon furcsa volt számomra, hogy nem az, ami Budapesten, hogy lehet venni helyi bérletet, vagy ilyen hetes, vagy havi bérletet, hanem van ilyen ausztrál kártya, nekem ugye bankkártyám van, és azt mindig hozzá kell érinteni a felszálláskor egy géphez, és mindig időarányosan, amennyit ültél a buszon,
fogja megterhelni a kártyára, de csak 7 később. Tehát felszáll most a buszra, levon tőlem $1, és majd pár nap múlva fogja levonni az összeget, de nem úgy vonja le, hogy mindig ugyanannyit, hanem kiszámolja, hogy mennyit voltam buszon. Annyira belemerültem magába a videózásba, hogy közben el is tévedtem mindegy, majd valahogy visszatállok a helyes útra. Na szóval, az egész túri onnan kezdődött, amikor én Athénban játszottam, volt egy francia csapattársam, aki játszott ebbe a csapatba már, és tőle megkérdeztem, mert néztem az Insta képeit, hogy hogyan került ki Ausztráliába, meg pontosan miért is jött ki ide játszani igazából. Ugye mondtam, ez egy amatőr csapat. Azt mondta, ugye van a Super Globe, az olyan, mint fociban a klubvilágbajnokság, aki ott van fociban, tudja, mit jelent, aki nem, annak elmondom, a Super Globe azt jelenti, hogy az összes földrésznek a bajnoka, például Európában vagy a Magdeburg, akkor Afrikában az Afrika Kupa győztes, Ázsiában nem tudom, Észak-Amerika, Dél-Amerika, és van az Óceánia, ahol játszani fogunk majd a 3 hét múlva ezen a tornán. Tehát ott azt a tornát megnyerjük, akkor megnyerjük a jogot arra, hogy játszunk a Super Globe-on, akár a Magdeburg, akár a Füksebergen ellen. Tehát ez egy nagyon jó, úgymond zárása lenne a karrieremnek. Voltam EB-n, voltam VB-n, most lehet, hogy fogok Super Globe-ba menni, ha ezt a tornát megnyerjük. Olimpián nem voltam még, de majd lehet önkéntesként ki fogok jutni az olimpiára. Tehát igazából, amikor megtudtam, hogy az a srác hogyan került ki, akkor elkezdtem vele kommunikálni, de akkoriban én nem akartam kijönni, mert úgy voltam vele, hogy akkor még kézisztem, nyári szünet van, akkor nincs kellem kézilabdázni, meg ugye nincsen fizú, tehát itt semmi sincsen, akkor nem láttam értelmét, hogy kijöjjek, de most így úgy mondta, hogy nem kézilabdázok, mert ugye abbahagytam fél évben. Ez egy jó opció volt arra, hogy ismét visszajön igazából a kézilabda iránti vágyam, vagy az, hogy otthon eljárjak néha edzegetni. Nem ígérem azt, hogy újra fogok játszani a bajnokságba, de lejárni, edzeni azért lehet, el fogok menni. De a fő indok az volt, egyrészt kurva nagy kaland, mert Új-Zéland, Ausztrália, világ másik fele, meg Super Globe-on játszani azért hatalmas szó, nagyon kevés magyar játszott eddig Super Globe-on. Jó, nyilván tudom azt, hogy innen sokkal egyszerűbb kijutni, mint mondjuk Európából, mert Európában nyilván csak a B1 győztes mellett, de ez volt a fő indok az, hogy ismét kézilabdázhassak picit, maga az élmény, illetve az, hogy Super Globe-on tudjak játszani Szaúd-Arábiába. Maga az események nagyon gyorsan történtek, ugye talán egy hét ilyenkor még Egyiptomban voltam, amikor jött az e-mail attól a sásztól, akivel akkoriban beszéltem, hogy engem ez úgymond érdekelne, meg szívesen kijönnek játszani. Én minden nyíltan elmondtam azt, hogy nem játszottam már fél éve, ugye nem vagyok edzésben, azt mondta, semmi probléma, van 3-4 héten felkészülni, mire ez a torna zajlik, utána egyből intéztük a repülőjét, intéztük együtt a szállást, és igazából most itt vagyok, meg annyival egészíteném ki azt, hogy miért vállaltam el azt. Ahogyan a sportot befejeztem, rengeteg dű és harag van bennem. Ezt most nem részletezném, szívesen elmesélném, de inkább nem mesélem el. Én szeretnék csak a jó dolgokra emlékezni, amit kaptam a sporttól, barátokat, ember faragott belőlem. Szerintem az üzleti sikeremnek a 90%-át azt mind a sportnak köszönhetem, a kitartásom, hogy addig megyek, amíg nincsen kéz, nem fekszek le, amíg valamit nem tudok megcsinálni. Tehát én a sportot nagyon nagy hálás vagyok, de szeretnék úgy befejezni a sportot, hogy jó emlékekkel fejezzem be. Közben ezt figyeljétek, a repülő milyen közel van. Singapore Airlines. Tehát ezek a főind kaland, szeretek utazni, szeretném a kézilabdát igazából úgy befejezni, hogy ő jó, emlékekkel gondoljak vissza rá. A utolsó pedig az, hogy szeretnék Super Globe-ban játszani Szaúd-Arábiába, de ahhoz az kell, hogy megnyerjük a tornát a fővárosba, Canberrába, nem tudom, hogy kell ejteni, és azt megnyerjük, akkor pedig novemberben irány Szaúd-Arábia. Tehát igazából ennyi, a videó tetszett, kövess be, és találkozunk a következő ausztrál videómban, addig is hajrá Sydney, béke!